Ez az, amikor így kinéztem a közönségre, és ettől lelájult, nem hitte el, hogy... Nem a rekvizitet nézed. Igen. London Palladium a Erzsébet királynő, anya királynőnek előadás, és a Josephine Baker ugyanebben a műsorban dolgozik, amiben mink. Hát azért, és akkor még utána még elmondja azt, hogy te onnan is vagy, mondom, magyar. Csak én, nekem a zenekaromban volt egy bőgős, az is magyar volt. Na, hát azért ilyen élményeket elmondok a fiam, nem is tudja felfogni, hogy mit mondok. A 50-es években ugye megalakult az állami artista képző, szüleim természetesen oda betettek, mert ugye ott majd mi igazából megtanuljuk a szakmát. Előttem végzett két világklasszú zsonglőr, úgyhogy akkor az artista iskola azt mondta, hogy zsonglőrből most egyenlőre nem. Hát engem beszakosítottak a nyújtóra, úgyhogy a továbbiakban apukám foglalkozott ott szakmailag velem. Kicsit ilyen, mondjam, mozgáscentrikus is voltam. Tanultam egy kicsit a zenét is, tehát zenei érzékem, ez a mozgás szabadságom, ez lett aztán később talán a védjegyem is, ami által kicsit más voltam, mint a többi zsonglőr. Társulat még akart menni Angliába, meg Svájcba. Az Angol Cirkuszok Szövetsége nem engedte be őket, mert ugye féltették a piacot. Semmi baj, New Yorkban a világkiállításon úgyis lesz egy cirkusztársat, megyünk oda, és jön egy bizonyos úr, ez a John Ringling North, aki azt sem tudtam, hogy kicsoda, I take you to America. Mondom, mit mondott? Azt mondja azt, hogy elviszem, meg mondom, engem ő nem fog tudni elvinni Amerikában. Központi szervünk a Magyar Cirkusz és Varieté, ami Budapesten van. Ha ő oda elmegy és letárgyalja az ottani vezetőséggel, akkor mindenre erre azt mondja, jó, rendben van, megyünk Budapestre. És így volt az, hogy 64. december 21-én innen Budapestről először vonattal Hollandiáig, onnan repülővel New Yorkig, majd New Yorkból egy autóbusszal Floridáig megérkezett ez a 18 magyar artista a II. Világháború után először Amerikában. És ebből akkor lett ott 6 év. És ott ismertem meg aztán a feleségemet. Úgy próbáltam én is a kosztümöket alakítani, hogy tényleg, hogyha az ember bemegy a manézsba, akkor mindenki, wow, ilyen legyen. Takarítás, a főzés, a próbák, az előadás, a gyereknevelés, úgyhogy amikor időm volt, akkor díszítettem. Susan és Fudi volt a művész nevünk. Na most még itt mondok egyet, amit sokan nem tudnak. Egy artistánál még egy gyerekvállalás is probléma, mert az azt jelenti, hogy a partnernő vagy a feleségem nem tud részt venni a számba. Na most, ha engem úgy ismernek, hogy Susan és Fudi, én a következő szerződésben nem vihetem a Juliskát vagy a Mariskát. A lányom és a fiam közt 14 év korkülönbség van. Ugyanattól a feleségtől van, csak az, hogy 14 évig nem mertük bevállalni a következő gyereket, mert a szerződések ott voltak. Gyönyörű szakma, kicsikét rövid a pályán maradás, de csináltunk ez egy kicsit a energia bomba csomagolása volt, és ha az már nem jön úgy át, meg a kosztüm, ha már egy kicsikét mosolyt hoz a néző arcára, akkor azt már azt nem szabad bevinni. A páratlan az mindig keresztbe megy, a páros az mindig a fele az egyik kézbe, a négynél kettőt kell tudni az egyik kézbe, kettőt a másikba, és az úgy lesz belőle négy.